Szeptember 1-től élesedik a digitális állampolgárság program mobil alkalmazás, melynek májusban már elindították egy korai verzióját, az előregisztráció pedig már javában zajlik. Dömötör Csaba a miniszterelnöki kabinet iroda parlamenti államtitkára a Magyarország kormányának közösségi oldalán közzétett videójában kiemelte, hogy a kezdeményezésnek köszönhetően akár telefonnal is igazolhatjuk magunkat a rendőri ellenőrzésnél. A mobil alkalmazásban egy helyen meg lehet majd találni a személyes adatokat, ezeket hitelesítve le lehet majd tölteni, és továbbítani is lehet, ez könnyíti az ügyintézést. Aztán digitális aláírásra is lehet majd használni az alkalmazást. Az így létrehozott dokumentum közhiteles magánokiratnak minősül majd, amit az EU minden tagországában elfogadnak. Az is segítséget jelent, hogy ősztől az új alkalmazással egy gomnyomással lehet majd igényelni erkölcsi bizonyítványt. Ez lesz az első magyar digitális okmányfajta. És hogy még egy új szolgáltatást említsek, az új alkalmazással mobilról foglalhatunk majd időpontot a kormányablakokba, a legnépszerűbb ügytípusokra. Dömötör Csaba hozzátette, a regisztráció bárki számára elérhető, amelyhez személyesen szükséges felkeresni a kormányablakok valamelyikét egy arcképes igazolvánnyal, ami lehet személyigazolvány, jogosítvány vagy útlevél, és egy olyan mobiltelefonnal, amelyre a digitális állampolgárság alkalmazás már telepítésre került.